Megnyílt a Magyar Vízfestők Társasága és a Székesfehérvári Művészek Társasága közös Akvarellek Fehérváron című meghívásos tárlata a Pelikán Galériában. A kiállított művek közös pontja, hogy valamennyi akvarell technikával készült. Azokkal a gondolatokkal érkeztem ide, hogy milyen jelentős napjainkban is még ez a technika, az akvarell festészet, amely több száz évre vagy ezer évre tekint vissza, és minden korban megtalálta a kifejezés lehetőségét, és hogyan találja meg ez a klasszikus technika a mai rohanó korban azt a lehetőséget, hogy autentikus kifejezője legyen ennek az időszaknak is. A Magyar Vízfestők Társaságát 33 évvel ezelőtt 10 képzőművész alapította azzal a céllal, hogy minél szélesebb körben tegye ismerté az egyik legrégebben létező festőtechnikát, a vízfestést. A magyar akvarellművészet népszerűsítéséhez a kiállítások mellett konferenciák szervezésével és kiadványok, katalógusok megjelentetésével is hozzájárulnak. Az alkotások azt igazolják, hogy nagyon modern és nagyon korszerű szemléletű műveket lehet készíteni ezzel a technikával is, amely technika is természetesen változik, megújul, bővül, gazdagodik, és különböző variációi alakulnak ki, elég, ha csak arra gondolunk, hogy az anyag használata, az alapanyag is változik, mert nem mindig papír, hanem különböző hordozók jelennek meg. A tárlatra 10 művész kapott meghívást, így a fehérvári közönség Bukta Imre, Büki Zsuzsanna, Fektiver, a Fehér László, Koppány Attila, Lobler Ferenc, Pinke Miklós, Revák István, Szili Géza és Ványai Magdolna alkotásait tekintheti meg.